25 tonna széndioxiddal kevesebb káros anyagot bocsát ki mostantól a mocorgó voda. Ez a mennyiség 350 darab lombhullatófának éves széndioxid feldolgozó képességével egyenlő. Az épület nagy átalakítását uniós pályázat segítségével csak nem 40 millió forintból valósította meg az önkormányzat. Köszönet illeti mindazokat, akik ebben tevékeny részt vállaltak, hogy eddig el tudtunk jutni itt az óvoda esetében is, hogy a homlokzat megújult, a tető megújult, napkollektorokat helyeztek el, ablakok cseréjére sort került, és így tovább. Ezzel természetesen kevesebb energiát kell felhasználni, a károsanyag kibocsátás is csökkenni fog. Ezek után harmadával kisebb fűtési számlát fizet az önkormányzat. Ehhez az épület homlokzatára és tetejére egy hőszigetelő réteget raktak, és korszerű nyilázárokra cserélték a régieket. Ezek után nyáron a teljes melegvíz előállítását a tetőre szerelt napkollektor biztosítja, ami még a téli időszakban is 25-35 fokra tudja előmelegíteni a vezetékes vizet. A tetőn még 40 darab napellem is található. Ezek összesen több mint 8000 kW áramot termelnek egy évben, ami pénztárcában mérve 500 000 forintnak felel meg. Azaz a beruházás ezen része 7-8 év alatt megtérül. Emellett még a lámpaburákat is kicserélték az épületben. A felszerelt 100 energiatakarékos lámpatest egyben csökkenti a költségeket és a széndioxid kibocsátását is. 2015-ben 12 épület hasonló energetikai fejlesztéséhez nyert uniós pénzt az önkormányzat. Ezeket a beruházásokat 85%-osan támogatja Brüsszel.